A városi adventi ünnepség sorozat aranyvasárnap zárult, amikor a hit, a remény és az öröm gyertyái után elérkeztünk a szeretet fényéhez. Az elmúlt három hétvégéhez hasonlóan a Makovec téren összegyűltek, ezúttal is egy lélekemelő élmény részeseivé válhattak. Az immár 34 éves múltra visszatekintő dr. Mihálka György városi vegyeskar műsorával vette kezdetét a rendezvény, melyen részt vett Lázár János közlekedési és építési miniszter, aki személyes jó kívánságait osztotta meg a helyiekkel. Minden makóinak szeretnék áldott és békés karácsonyt kívánni, és nagyon boldog, egészségben gazdag új esztendőt, Isten éltesse magukat. Ünnepváró gondolatait Pálfai Zoltán is tolmácsolta a jelenlévők felé. A római katolikus plébános beszédében arra szólította fel a kilátogatókat, hogy ebben az időszakban se feledkezzenek el azokról az embertársaikról, akik nehézségeken mennek keresztül. Akár olyanok, akik ezekben a percekben is betegágyon fekszenek, az ő családtagjaik imádkoznak, az ő egészségéért, vagy éppen olyanok, akik éppen ma, vagy tegnap előtt költöztek át a Jóisten országába. Ezekben a napokban gondoljunk rájuk is, hiszen még nincs karácsony, adventből még hátra van jó néhány nap. Kicsit hordozzuk őket is Betlehem felé, mindazokat, akik legjobban rászorulnak arra figyelemre, imádságra, amit mi tudunk adni számukra. Ezzel fogok most én is imádkozni, így fogom megáldani városunk koszorúját és mindannyiunkat, akik itt jelen vagyunk. Könyörögjünk! Urunk Jézus Krisztus, Te vagy az a világosság, aki minden embert megvilágosít. Te vagy a fény e világ sötétségében. Kérünk Téged, áld meg adventi koszorúinkat, és áld meg mindannyiunkat, akik Te benned bízunk, és aki élsz és uralkodol, örökkön örökké. Amen. Az atyáz után megáldotta a város adventi koszorúját, majd Farkasév Erzsébet polgármesterrel, valamint a térség országgyűlési képviselőivel közösen meggyújtották a negyedik gyertyát. Ezt követően az önkormányzati képviselők közreműködésével sor került a betlehemi láng szétosztására. A fény nagyon messziről a Palesztinában található születéstemplomából érkezett hazánkba, a kultikus hely a dokumentumok szerint odaépült, ahol Jézus Krisztus a világra jött. Az ünnepség a forgatós táncegyüttes előadásával zárult. A gyerekkori emlékekből táplálkozó produkció zenéjét a Gázsa együttes készítette, a zenei szerkesztő és koreográfus pedig a helyi művészeti csoport vezetője, dr. László.